felsőbb utasításra akarata ellenére hazudott a parlamenti vizsgálóknak és a bíróságnak a roma gyilkosságok vádlottjának tartó tisztje, a Magyar Nemzet információi szerint. A lap szerint H. Ernő fegyelmit kapott, de nem bocsátották el, és jelenleg is a szolgálatállományában dolgozik. Földi László a volt műveleti igazgató a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogyan elképzelhető, hogy valaki felsőbb utasítást kap arra, hogy hazudjon a bíróság előtt, ráadásul egy ilyen ügyben? Segít nekünk ezt megérteni? Igen, ez egy speciális szervezet, egy titkosszolgálat. Sokszor elmondtuk én magam is, hogy olyan tevékenységet végez, ami a mindennapok során esetleg törvénytelen is lehet. Tehát a módszer talában eszközrendszerében. És ha ezt vannak, a szolgálat csinálja, akkor már törvényes? Nem, itt a szolgálatnak a cél határozza meg az eszközrendszerét, nem pedig a, mondjuk a tartalom, ezt mindjárt elmagyarázom. Tehát arra az esetre, hogyha az operatív tiszt úgy érzi, hogy a feladat végrehajtását az eskével ellentétesen kellene megtenni, akkor van lehetősége arra, hogy opponáljon. És amennyiben a vezetője, a parancsnoka mégis úgy dönt, hogy végre kell valamit hajtani, akkor ezt ő írásban kérheti, tehát nem egyszerűen elég az, hogy szóban parancsot végrehajt. Az eszközrendszer és a tartalom között pedig az a különbség, hogy a titkosszolgálat nem a bűn segítésére szerveződött, hanem a bűn megelőzésére. Tehát ebben az esetben, amiről itt hallottunk a médiában, ez számomra kezelhetetlen és elképzelhetetlen. Tehát itt egy olyan esemény történik, amikor a titkosszolgálattól véleményem szerint teljesen független cselekmény zajlik, ami egy bűncselekmény. Erről valamilyen szinten tudomása van a titkosszolgálatnak, és ezt ő letaladja. Ezt nem tudom kezelni. Tehát én azt gondolom, hogy itt inkább egyfajta, talán furcsa lesz a mondat, dilettantizmusra kell, hogy utaljak. Tehát a szolgálat amögé menekül, véleményem szerint, hogy semmi köze az egészhez, miközben valószínűleg tartalmilag valóban semmi köze, tehát nem arról van szó, hogy a roma gyilkosságokat valamelyik titkos szolgálat támogatta, vagy ne adj Isten tudomásával történik, hanem arról van szó, hogy a belső ellenőrzési rendszere nem elég hatékony ahhoz, hogy meg tudja állapítani mondjuk egy hálózati személyéről, hogy mit is művel. Ez korábban azért nem így volt, én úgy gondolom az elmúlt 20 év kicsit fölhígult világában ez már előfordulhat. Tehát ezt értsük úgy, hogy mondjuk H. Ernő azért kapta a felettesétől az utasítást, hogy roma gyilkosság ügyben és az ő informátora ügyében hazudjon a bíróság előtt, hogy ezzel a szolgálatok szakmai alkalmatlanságát leplezze, és nem azért, hogy valami valóban fontos operatív titkot óvjon? Én azt gondolom, hogy igen. Lenne egyébként életszerű, fontos és minden másnál magasabb rendű operatív titok, aminek a megóvása indokolhatna egy ilyen lépést? Hát először is a titkosszolgálat tartalmi tevékenységét speciális bíróság vizsgálhatja. Pontosan azért, mert a titkosszolgálat minden tevékenysége tulajdonképpen összefügg az államtitok szolgálati titokkal. Még akkor is, hogyha egyébként az egy mondat nem olyan szenzációs. Tehát egy normálisnak nevezhető polgárilag kezelt büntetőeljárás során a titkosszolgálatra keletkezett információkat nem lehet elmondani abban a körben. Ahhoz katonai bíróság kell. Mit gondol arról, hogy ez az ember változatlanul ott dolgozhat a szolgálat kötelékében, erre való hivatkozással, hogy ő nem tehet róla, mert őt utasították? El kellett volna küldeni őt, el kellett volna küldeni a főnökét? Fejeknek kellett volna már hullani a szolgálatokban? Fejeknek kellett volna hullani, de nem az illető fejének. Ismétlem, van egy olyan törvényi lehetőség, hogy amennyiben ő nem ért egyet azzal, ami a parancs, akkor is végre kell hajtani a parancsot, nem lehet megtagadni. Nem tudok róla, hogy írásban megkapta volna. Igen, erről nem tudunk. Amennyiben írásban megkapta, akkor abszolút felmenthető ez alól. Ha írásban nem kért és nem kapta meg, akkor nyilván lehet ezen gondolkodni. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága az első őszélésén fog foglalkozni ez az egész témakörrel. Napirendre tűzték a roma gyilkosság ügyének összes eddigi tisztázatlan körülményét. Ön szerint mit várhatunk ettől az üléstől? Beindíthat-e ez egy újabb folyamatot, mely során mondjuk például ennek az ügyeknek a hátterére is fény derül? Én azt gondolom, hogy sokat nem várhatunk tőle. Mégpedig azért nem, mert a roma gyilkosság egy olyan bűncselekmény, amelyet az illető hatóságok, rendőrség, ügyészség és a bíróság is gyakorlatilag A-tól Z-ig értékelt, átnézett, döntés született. A bizottság politikai konzekvenciákat vonhat le véleményem szerint, amely nem a titkosszolgálatra vonatkozik, hanem arra, hogy Magyarországon egyáltalán szöveges kérdést hogyan lehet politikailag kezelni. A titkosszolgálatra vonatkozó konzekvencia levonás abból, hogy egy valaki egy operatív tiszt adott esetben
mit mondott valósat, valótlant a bíróság előtt, ez nem ennek a bizottságnak a feladata. Ehhez alapvetően a nemzetbiztonsági törvényt kell újraértékelni adott esetben, mert ebben a bizonyos törvényben nagyon világosan le van írva, hogy a szolgálatoknak milyen lehetőségeik vannak, milyen operatív eszközök állnak a rendelkezésére, és ezt hogyan kell használni. Ettől való eltérést lehet új törvényekben fogalmazni. Politikai kérdéseket egyébként a kormánypártok is föltettek, és Zsigó Róbert egészen egyértelműen fogalmazott, amikor azt mondta, hogy vajon miért éppen akkor 2008-9-ben a Gyurcsány-Bajnai kormány idején történtek ezek a gyilkosságok, kinek álltak érdekében. Ez eléggé könnyen dekódolható, de mégiscsak sejtetés, és ezzel a titkosszolgálatokat is abba a gyanúba keveri a jelenlegi kormánypárt, hogy akkor az előző kormány idején akár a felbújtásban is részt vehettek, akár állhattak a gyilkosság sorozat mögött. Tudhatunk ebben a kérdésben valaha tisztán látni, vagy az ilyen típusú sejtetések mindig ott fognak maradni a levegőben, és se pró, se kontra nem derülhet ki a dolog természeténél fogva semmi? Ez egy politikai butaság, amit ez ügyben a fideszes képviselő mondott. Nincs ilyen háttere. Tehát a kormányok természetesen irányítják a titkosszolgálatokat. A titkosszolgálatok viszont alkotmány, hogy mondjam, szellemében kell, hogy dolgozzanak. Amikor ettől valamelyik kormány eltér, ott ez nagyon gyorsan kiderül. Na és de abban ha ezt a maga a kormány kezelhető. Jelenti ki, hogy ez előfordulhat, és az előző kormány ezt megtette, akkor ez egy nagyon súlyos vád, akkor az elbizonytalanítja az embereket, az egész társadalmat a titkosszolgálatok működésével kapcsolatban. Ez nekem régi vesző paripám sajnos, hogy a politika olyan szinten avatkozik a szakmába, ami elfogadhatatlan. A titkosszolgálat egy nagyon érzékeny eszköz a politika kezében. Ilyen mondatokat nem mondunk, még akkor sem, ha egyébként valamilyen alapja van a sejtésünknek. Ez esetben pedig semmiféle alapja nincs. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kérem.